Na hát az elmúlt hetek igazából lehet azt mondani egyik ilyen fő témája, ez a börtönbiznisz, és az ember hallgatja, hogy ez mennyire vérlázító, másrészt pedig, hogy akkor ez mennyire van helyén, vagy nincs helyén, hogy is zajlik, hogy is működik, és sok mindenkivel beszélve azért eljutottunk odáig, hogy érdemes erről ismételten beszélni itt a mi televíziónkban is, úgyhogy Bányai Miklósnak nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szívesen. És azért, mert hogy azért te, én még nem láttam, talán egyszer voltam ilyen számláló biztos választáskor, és akkor mentünk egy mozgó urnával, akkor láttam börtönt életemben, először is talán nem remélem, hogy utoljára is, de hát azért nem egy külön, vagy nem egy ilyen luxusvilággal lehet ezt mondani. Te viszont az a személy vagy, aki azért annak ellenére, hogy most már lehet így fogalmazni, hogy nyugalományban vagy, de még mindig rendszeresen ott vagy bent a börtönbe, bejársz, és hát dolgozol arabokkal. És na hát, ha valaki ezt látja úgy komplexitásában, azt hiszem, szerintem ez egyik személy te vagy. Úgyhogy köszönöm. Na. Hát szóval mi van ezzel a börtönbizniszzel? Tehát, hogy mikor hallasz egy ilyen hírt, benned milyen gondolatok fogalmazódnak meg, hogy na hát ez is, vagy ugyanúgy fölháborodsz? Hát maga a fogalom az eleve pejoratív nyilván, a kettő, az a szókapcsolat, hogy börtönbiznisz. Tehát ugye itt konkrétan arról van szó, és pontosan idézek, tehát hogy az állam most már sokalja, hogy 2017 és 2019 között 8,6 milliárd forintot fizetett ki a különböző kártérítési perekben, és ez rengeteg ügyről van szó. Tehát több mint 12 ezer. Én is csak úgy olvastam. Igen, tehát 12 ezer ügyről van szó. Tehát ez önmagában, ez azt jelenti, hogy minimum 12 ezer elítélt indított pert. Tehát, hogy ez, ha kimondjuk, abszurd. Ha arról beszélünk, hogy mennyire jogos, hát minden egyes ügyet meg kéne önállóan vizsgálni. Na most erre nem lesz időnk. Hát erről az egész, ha már ennél a fogalomnál maradunk, hogy börtönbiznisznek nevezzük, maradjunk ennél. Igazából két oldalát kellene megnézni, mert minden biznisznek két oldala van. Ugye a kereskedő kezet fog a másik, tehát minimum két ember kell ahhoz, hogy biznisz legyen, hogy az alkú megköttessék. Most nézzük meg először a fogvatartottnak az oldalát. Tehát milyen állapotok vannak a börtönben? Mert ugye ennek a börtönbiznisznek az alapja az, hogy hát őket olyan hátrányos, nem is megkülönböztetés, hanem olyan körülmények között éltek, ami egyesek szerint nem méltóak az emberi méltósághoz. Na most az, kik az egyesek? Hát ez az egész az Európai Uniótól valamiféle olyan szándékkal jött létre, hogy mint régen volt a KGST, meg én nem tudom micsodák, hogy valamilyen egységesített normákat hozzanak létre, amihez igazodni tudnak a tagországok a börtöntartás körülményeit illetően is. Na most már eleve ez abszurd, mert hogy mondjuk ha Svédországban ez a Breivik nevű tömeggyilkos, aki több mint 70 embert megölt és a maximum 21 évet megkapta, és még plusz azért perni, és meg is kapta, úgy tudom, a kártérítés, mert hogy hideg a reggeli, vagy valami ilyen teljesen. Valami nagyon abszurd volt, ez az ellátása volt. Na most ez egy Svédországban lehet, hogy egy nem akad föl senki, bár azért vannak kérdőjeleim, hogy mondjuk egy átlagos svéd állampolgár ezt hogy fogadja. És hát nyilvánvalóan, hogy messze van a svédországi börtön viszonyoktól, ahogy egyre megyünk keletebb fele, mint minden más jellemzőben is, messze vagyunk azoktól a viszonyoktól, ahol ez megállja a helyét, hogy egyáltalán ez reális legyen ilyen körülményeknek a fenntartása. Lehetne mondani nyilván ellenpéldákat is, de hát az EU-t nem érdekli az, hogy Ázsiában mondjuk, vagy Oroszországban, vagy Dél-Amerikában, egy brazil börtönben egymást meggyilkolják a rabok az élelemért. Tehát mondjuk a valaki hallgattatóás előnek a folyamatos beszámolóit. Igen, tehát, például. Tehát ott azért kőkemény, tehát az egy börtönváros, ha lehet így mondani, tehát aminek a határait védik, és aztán utána bent, hogy mi zajlik, hát azt oldják meg maguk a rabok. Igen. Hát
Egy adott kultúrában persze ez abszolút tud működni. Tehát maga az eleve, az elgondolás abszurd az én véleményem szerint, hogy valamiféleképpen ezt standardizálni a börtönviszonyokat. Nem utolsó sorban, hát azzal a szándékkal, hogy nem csak irányelvek, hanem valamilyen elmarasztaló konzekvenciákat is lehessen akkor támasztani, történetesen kártérítéseket lehessen indítani, hogyha ezek a körülmények nem olyanok. Igen, de most, ha itt egy pillanatig megállunk, ugye, tehát én abszolút értem, tehát amikor erről beszélünk, akkor csak maximum nagy levegőt tudok venni, és hülledezni, hogy tényleg erről beszélni kell. A másik oldala, tehát hogyha mondjuk adottak egy jogszabályi keretek, akkor az mindannyiunkra nézve ugyanolyan mértékűek kell lennie. Tehát ugyanúgy a börtönben elítéltekre, mint a politikusokra, és akkor most nem akarok ezzel a szóviccelni, mert előbb-utóbb lehet ő is oda kerül, tehát igen, hogyha nem megfelelően végzi a dolgát. Tehát, hogy ha nincs egy társadalomban egy olyan rend, aki mindenkire nézze egy és ugyanaz, akkor hát ott elég komoly gondok állhatnak elő. Tehát ilyen szempontból, hogyha valami meg van ítélve, tehát mondjuk nevezetesen itt és azért 17 óta zajlik ez a folyamat, akkor azt gondolom, ezt ki kell fizetni. Most utalok a Gyöngyös Patára. De azzal is egyetértek, hogyha mondjuk van egy ilyen problémakör, egy probléma halmaz, hogy hát igen, a politikának a dolga azt mondani, hogy itt valami nincsen rendben. Mert hogyha hagyja, hogy ez a 17 és 19 között zajló folyamat, ez tovább menjen, akkor viszont a társadalom joggal fogja föltenni a kérdést, hogy de hát uraim, önökre szavaztunk, az önök dolga lett volna megoldani ezt a problémát. Hogy eljutunk, hogy 10 milliárdot fizet ki lassan már az állam arra, hogy nem megfelelő, akkor ezt a 10 milliárdot tessenek arra fordítani, hogy a börtön körülmények javuljanak, ha már ennyi az elítélt rak. Igen, hát ez az ügynek, ennek az a másik oldala, mert ugye mondtam, hogy két szereplős minimum. Na most a fogvatartotti részét lezárhatjuk úgy, hogy igazából én személy szerint, és most nyilván nem akarom azt mondani, hogy ez a tuti, ez az én személyes véleményem, aki azért 15 éve számos börtönt megismertem Magyarországon, és a mai napig járok be itt Budapesten, gyakorlatilag az összes börtönben. Én személy szerint megalapozatlannak tartom ennek az egésznek az alapját. Tehát az, hogy kártérítést kérni börtön körülményeknek a miensége miatt, én ezt mai európai környezetben egy abszurdnak tartom. De legalább ennyire abszurdnak tartom a másik oldalnak a kezelését ehhez az ügyhöz. Tehát az, hogy ha ez 2017-től kezdve most derült ki, akkor nyilvánvalóan az illetékes hatalomnak módjában állt volna, és kellett volna mindjárt az első pillanatban azt mondani, hogy ebből köszönöm szépen, nem kérünk. Mint amikor ezt mondta is számos alkalommal. 17 az már a kifizetése. Tehát akkor még korábban. Még korábban zajlanak ezek. Igen. Tehát miért volt kötelező ezt jogszabályba, a magyar jogszabályi rendbe illeszteni ezt a dolgot, amiről már előre sejteni lehetett, hogy mint minden törvénnyel élni és visszaélni is lehet. Ebből a játékból az ügyvédeket hagyjuk ki, mert ez egy hangulatkeltő dolog, mert szerintem az összes ügyvéd azt fogja akkor mondani, akkor már nem hogy fogom megkérdezni, mert amúgy ez lett volna az utolsó kérdésem, tehát hogy az ügyvédek azt csinálták ebben, amire a törvény neki lehetőséget ad. De ők azt fogják mondani, hogy jó ízlésű ügyvéd. Jó, a törvény az viszont nem a jó ízlésről jó, szól. Ez biztos is, már azt is én is már lassan így megtanulom, hogy nem igazságszolgáltatás van, hanem jogszolgáltatás. Van. Tehát ezt vagy elfogadjuk, vagy nem, de ez van. Tehát ők azt fogják mondani, hogy mint ahogy nem csak az ügyvédek mondják, hanem az összes olyan megpiszkált, legyen az korrupció, politikai ügy, bármi, ahol morális kérdőjelek merülnek föl, az illetékes fapofával azt fogja válni, semmi törvénybe ütközőt nem tettem. Azt már nem kérdezi vissza senki, hogy hát akkor miért a törvényeket kiállapítottam meg, és miért olyan törvényeket hoztatok létre? Erről jut eszembe az egykori bírónő, és ez már ez a másik problémám alapvetően, de nem tudom, miért így kell működni egy rendszerne. Tehát, hogy miért nem lehet, hogy maga az ügyvéd, vagy a bírót megnevezni egy konkrét ügyben, de én most ezt megteszem, amikor a Tocsik ügyet tárgyalták, tehát ott sem volt igazából semmilyen jogi alapja, de a bírói gyakorlatot teremtett azáltal dr. Gabányi Márta bírónő, hogy azt mondta, hogy a jó ízléssel
ütköző, egy jó ízlésben ütközik az, ami ott zajlott, az a végkielégítéses ügy. Tehát, hogy azért itt is van egy társadalomnak egy önreflexiója, tehát egy önvédekezési mechanizmus, amikor azt mondjuk, hogy valahogy ez úgy kéne, hogy ez biztos, hogy nem oké, ez rendben van, de közben viszont nem szabad elfelejteni, hogy börtönben voltam és meglátogattatok, tehát, és nem ezt, én ezt most nem én mondom, hanem maga Jézus, tehát, hogy hát, hogy ott emberek vannak bent. Igen, na most ne térjünk vissza az első felére, mert az is egy borzasztó érdekes téma, tényleg másfél órát tudnánk egyébként erről beszélni. Mert az az emberi méltóságot érintő dolog. De ugye az, hogy térben és időben mit jelent az emberi méltóság, ez nagyon nehezen egységesíthető. Mást jelent az Európai Unióban, mást jelent mondjuk az iszlám országokban, ezt látjuk most a migráció ütközésekor is. Tehát az, hogy Magyarországon milyen börtönviszonyok alakultak ki, és hogy az nem egy szálloda, ahova a büntetésük eltöltése miatt a vendégeket fogadják, hanem az egy kötelező érvényű dolog. Megjegyzem még egyébként még mindig ehhez az oldalához az, hogy a büntetést és annak a következményeit azért szét kellene választani. Mert azzal, hogy valaki kap X évet és leül, ezzel még nincsen lezárva az ügy. Jogi értelemben le van zárva. De mondok egy példát, kilép a kapun szabaduláskor, a legközelebbi sarkon várja egy konkurens családnak a tagja, és bosszút akar állni, mondjuk Olaszországban a Vendetta teljesen közismert volt, nem tudom ma mennyire van, tehát a mafiánál, és hasba szúrja az illetőt. Ez is az ügynek a következménye. Ez már nem a jogi keretek között folyó következménye. Miért mondom ezt? Mert ha Jézust kell említeni, már pedig nyilván, hogy ő mindig egy példa, egy modell, amikor valahol az értéket, az igazodási értéket keressük, akkor ő megbocsátja a bűnt. Sőt, az ő megváltó kereszthalála már előre megbocsátotta mindezt, de nem mentesít a következmények alól. Tehát amikor valaki bevonul egy börtönbe, akkor ott olyan következményekkel kell számolnia, amivel éppen abban a börtönben kialakultott. Hogy ez most megfelelő az emberi méltóságnak, vagy nem, erről persze lehet vitatkozni. Na, ugye az is tény, hogy vannak börtönök, és amikor a bíró, nem tudom, hogy a bíró dönti el, hogy melyik börtönbe küldi, melyik épületbe küldi, amelyik városba küldi. Ő csak a fokozatát állapítja meg, és akkor a büntetés végrehajtás. Igen, szétosztja valamilyen szempont szerint. Nyilvánvalóan a szempontok közül, mert számos szempontot értékelnek, legelső a biztonság. Ez messze fölül minden más szempontot. Tehát, hogyha mondjuk, ez nagyon fontos ilyen szempontból, mert hogyha azt nézzük, hogy maga a börtön, tehát a büntetés végrehajtási intézetek, és ugye bizonyos fokozatok szerint vannak, tehát hogyha mondjuk beszélünk egy kisebb, vagy hogy kell... Fogház, börtön, fegyház, és azon belül is két fokozat, tehát összesen van 6 vagy 8 fokozat. Na, tehát hogyha mondjuk valaki mondjuk egy kicsit lazább körülmények között tölti, tehát nem a hétvégi pihenőjét, hanem a kényszer pihenőjét, és ez sem lehet azt mondani, hogy pihenő, mert dolgozniuk kell, gondolom. Tehát, esetek többségében ma már igen. Igen, és akkor hát vannak azok, akik viszont kőkemény cselekedetekért vannak elítélve, gondolom, akkor a legkeményebb feltételeket kapják. Most az egy másik kérdés, hogy egyrészt ezt mi a társadalmi oldalról egyáltalán nem tudjuk felfogni. Tehát csak azt halljuk, hogy ezért is, azért is, és 12 000, és rengeteg pénz van kifizetve. Hát most csak, ha mondjuk megint csak szinkronba állítjuk, hogy most talált a kormány a fővárosnak 10 milliárdot az egészségfejlesztés, ez majdnem ugyanaz a pénz. Igen. Szóval, hogy, és az emberben a jó érzése és az igazságérzet azt diktálja, hogy hát kérem, ezt azért ne. No. Ugyan, tegyük ezt helyre. Hogyha már pénzről kezdünk beszélni, akkor itt a lehetőség, hogy térjünk át ugye a másik szereplőre. Tehát az állam vagy a hatalmat képviselőnek a szerepére ebben az egészben. Én úgy gondolom, hogy amennyire nem értek egyet itt a fogvatartotti keresleteken, megjegyzem, az eddigi jogszabály is lehetővé tette azt, hogyha valakit olyan méltatlan körülmények között tartottak, hogy úgy érezte, hogy mit tudom én, titokban megverték, vagy a mai napig is előfordul ilyen, előfordulhat. Nagyon ritka, de előfordulhat. 15 év alatt azért én a fogvatartottaktól, akik megnyílnak felém, hallottam egy-két olyan történetet, amit itt nem szeretnék elmondani.
amikor félreviszik, úgy megverik, hogy nem maradjon nyoma, stb. Stb. De nem ez a jellemző. És azok nyilván valami kiváltja ezt. És itt most nem politikai célzatú börtönökről van szó, hanem köztörvényes büntetésekről. De a másik szer, ez legalább ennyire izgalmas, sőt szerintem, mivel fejétől bűzlik a hal, ez az izgalmasabb, és nem a börtön oldala ennek a problémának. Végtelenül cinikusnak érzem ennek a közvélemény felé való tárolását, hogy a börtönbiznisz, rámutatok, hogy ezek azok, akiket ebben az ügyben utálni kell. A fogvatartottakat, és persze az ügyvédeket, akik az államtól a tippénzeteket veszik el. Hát nézzük meg a pénzük alatt, mit értünk, 8,5 milliárd forint eddig, 12 ezertől. Nem biztos, hogy ez 12 ezerre ítélt, mert 12 ezer, bocsánat, fogva tartott, mert az előzetesek is lehet, hogy perelhetnek már, és akkor az még nem elítélt, még nem volt végleges bírósági ítélet benne. Összesen van 17-18 ezer fogva tartott. Akik persze rotáció szerint az idő folyamán cserélik egymást, tehát mondjuk Magyarországon lehet, hogy pillanatnyilag van akár 500 000 is, aki börtön viselt, úgymond. Nem tudom, erre nincs statisztika. Tehát ez egy nagyon érdekes szám lenne önmagában. Ugye 5 év után egyébként is elévül, és kap ugyanúgy erkölcsi bizonyítványt, sehol semmi nyoma nincsen. De az, hogy valaki börtönben volt, az már csak legfeljebb magától lehet megtudni, mert már nem maradt egyébként nyoma. De ez egy nagyon érdekes megközelítés ilyen szempontból. De, tehát, hogy igen, tehát nem nézzük így, hogy akkor hát zajlik a zajlik az ítélet. Tehát 5 éven belül kijön és a szomszédba költözik, akkor ferdeszemmel nézek rá, meg börtön visel, de hogyha már 7 évvel ezelőtt történt, és nem tudom, hogy ő olyan volt, akkor meg keblem leőrelem, tehát ez egy elég farizeusi megközelítés lenne. Tehát az utókövetés egyelőre ugye az erkölcsi bizonyítványnak a határideig követi ezt, és igazából 17-18 ezer férőhely van Magyarországon. Most abból 12 ezer perrel egy kicsikét megdöbbentő, tehát én azt gondolom, hogy azért nem 12 ezer embernek van problémája, hanem lehet, hogy egy ember nem egy, nem kettő, nem három keresetet indít el, hanem többet is. Hát akkor valószínűleg itt kell a problémátnak a gyökerét nézni, tehát hogy ha ténylegesen akár, és azt is el tudom képzelni, vannak olyan elítéltek, akik ezt rendszerszerűen, üzletszerűen végzik, és valószínűleg ehhez megvan a megfelelő jogi apparátus, tehát ügyvédek, aki ugyanúgy, ahogy mondjuk akár a bántalmazás előfordulhat, tehát a jogászok világában is előfordulhat. Mondok egy nagyon szélsőséges esetet, mint amivel lehet visszaélni és visszaélni. Nem csak a törvény oldaláról és a törvényel, a fogvatartott a saját helyzetével. Hát volt olyan, akit én még hivatásos koromban nemhogy több száz, több ezer olyan bejegyzés volt a nyilvántartásában, hogy ő kezdeményezett valami jogi eljárást az ő saját helyzete miatt. Naponta írt legalább egyet, és hát több évig volt bent börtönben. Na most ezekre mind reagálni kell, ezeknek mind jogi folyamata van, és ennek a törvény által megszabott keretek között végig kell mennie. És erre utazott az illető, hogy élénken figyelte, hát jobban tudta a törvényt állítom, mint bármelyik ügyvéd. Ha nem kapott időben valamire választ, már írta a következő feljegyzését. Vagy ugyanez az illető, de mondom, ez egy szélső eset, tehát csak tényleg csak azért mondom, hogy mik vannak. Elérkezik a tárgyalás napja a sok ügye közül az egyikhez, összecsinálja magát reggel az ágyon, és röhög a személyzet szemébe, hogy most akkor tessék engem tisztába tartani, mert egy óra múlva kezdődik a tárgyalásom. No, ez is hozzátartozik, mielőtt nagyon, hogy mondjam, liberális és emberi méltóság oldaláról az EU szándékával értenénk, vagy lennénk hajlamosak egyetértenek. Na, visszatérve viszont, ami tényleg az izgalmasabb. 8,6 milliárd forint eddig. Én most nem akarom összehasonlítani, mondjuk, de azért mondom, hogy a stadionépítéseknek a tucatjai mondjuk hány száz milliárdba kerültek, vagy Paksnak a
bővítése 4000 milliárd forint körül van. Vagy egy évben a nyugellátás címén kifizetett nyugdíj jellegű összegek szintén közel 4000 milliárd körüli összegek. Ehhez képest ez a 8,6 milliárd nem az az összeg, ami a költségvetést megrengetni. Tehát nem az összegről van szó, hanem egy olyan alkalmas eszközről, amivel manipulálni lehet a közvéleményt. És ezt most mi ismerjük egymást, tényleg nem ellenzéki, hogy mondjam, beállítottságból mondom, hanem egyszerűen bármilyen színű az a hatalom, utálom a hatalom cinizmusát és azt a farizeusságot, ahogy bizonyos ügyeket tálalnak a közvélemény elé. Mert mondjuk, hogyha, és ráadásul mondjuk a nemzeti tervezet nemzeti konzultációban két kérdés is ezzel foglalkozik. Miért nem kérdezik meg mondjuk a nyugdíjasokat, akik 3 millióan vannak körülbelül, hogy meg vannak elégedve? Vagy jó, ki az, aki meg van elégedve? Hanem azt, hogy az drága biztosan. Barátom, rendjén valónak találtod, egyetértesz azzal, hogy a bérek négyszeres ütemben emelkednek a te nyugdíj emelkedésehez képest, amiből nagyon egyszerűen ki lehet kiszámolni, hogy ez az egyre nyíló olló hova vezet. Mert a termelés és a szolgáltatás azokat akarja majd kiszolgálni, amik meg tudják fizetni. Tehát az első... biztos, hogy majd fogunk itt a délelőttben is foglalkozni azzal, hogy az árak hihetetlenül el vannak szabadulva. Tehát, és azok a nyugdíjasok, akik tényleg ilyen 100 000-es, meg 100 000 alatti havi bevételük van, tehát nyugdíjuk van, vagy, és közben viszont rettentően mennek el a gyógyszerárak is, tehát hogy Ennyit az összegről, igen, hogy ez most, hogy a mi mennyi, hogy ez a, úgy hallásra sok, és hangulatkérdésre alkalmas. De még hadd tegyem hozzá, még bocsáss meg, az összegtől függetlenül, ez, hogy mennyire alkalmas egyfajta olyan gyűlöletkeltésre, aminek a másik oldalán, és ez már tényleg a farizeusság, vagy a cinizmus csizmóra szólja, a társadalom elvárja attól a fogvatartottól, hogy x év letelte után jöjjön vissza és illeszkedjen vissza abba a társadalomba, aki egyébként gyűlölettel újat mutogat rá, hogy egy haszonélvezője van, mert elveszed az én pénzemet, hogy te, a te körülményeiden javítani lehessen. Tehát... Csak, igen, csak közben viszont azt is mondja Budai Gyula, a fideszes országgyűlési képviselő egy másik csatornán, hogy tehát mindabból, amit kifizetett igazából az állam eddig, úgy fogalmaz, hogy a 10 milliárdból mindössze 1 milliárd az, amit jóformán megkaptak az elítéltek. Tehát azért az azt is sugallja, hogy azért itt egy hirtelen rendszerhez kerülhetnek a pénzek. Vagy ez számomra ez ilyen fölfoghatatlan. Tehát egy maga a sértett, az meglehetősen keveset kap, mert hogy mindazoknak a jogvédőknek és mindazoknak a... most mondjuk ki, de akkor is, de hogy az ügyvédeknek, tehát ki kell fizetni azokat a hirdetlen magas pénzeket? Visszakérdezek, a devizahitelen ki keresett? Az egész bankszektor úgy keresett az egész bankszektor, hogy a nyeresség adót szépen beperkálta az államnak. Tehát az állam, ha úgy tetszik, bűnrészes módon részesedett a devizahitel konstrukcióból. Itt ebből nem azt akarom mondani, hogy ebből a pénzből Most pont fordítom, most az állam, azaz, ami a mi közösségünknek a gondos gazdája, tehát az állam, ugye ez idézőben, hogy szokás mondani, mi vagyunk, tehát ennek mi fizetünk azért, mert hogy nem megfelelő feltételeket biztosítunk bizonyos szempontok szerint. Szóval én itt ennek a második szereplőnek a kulcskérdését abban látom, persze utólag ezt könnyű mondani, hogy akkor 2015-16, amikor az EU szíveskedett ezt nagyszerűen megfogalmazni, hogy ezt standardizálja, akkor nem mondták azt, hogy köszönjük, ebből nem kérünk. Mi hasonlóan ahhoz, mint ahogy sok más dologban mondták, hogy nem kérünk. Mit tudom én, a bírói rendszer kapcsán, sok más kapcsán. Hát ebben is keménynek kellett volna lenni, hogy ez maradjon önálló nemzeti hatáskör, hogy mit kezdjünk a börtöneinkkel. Egyébként ugye addig nyújtóz, amíg a takaród elér, tehát azért a rendelkezésre álló forrásokból az állam a tanulságot mindebből levonva igyekszik levonni, és hát a börtön körülményeken, ami belül elsősorban a egyfőre vetített alapterület a legnagyobb probléma, meg a közös helység, a mellékhelység és a fogvatartott helység között ennek a megoldása.
ezen igyekszik javítani, és új börtönök is épülnek, stb. Nyilván egyik pillanatról a másikra ezt nem lehet megoldani. Tehát akkor összegezve most, amiről sok mindenről beszéltünk, tehát hogy nem feltétlenül biztos, hogy fel kell ülni arra a hullámvasútra, ami most így a nagy fősodrású média világában és az egész fölkorbácsolt hangulatban zajlik, tehát nem biztos, hogy nekünk is lőni kell azokra a bizonyos céltáblákra, és hogyha mondjuk mégiscsak érdekel a téma, akkor célszerű egy picit szélesebb perspektívába szemlélni az ügyeket. Hát igen, egyetértek ezzel az összefoglalással. Én azt hiszem, hogy már fogjuk ezt a beszélgetést folytatni, csak a most már a műsoridőnk minden szempontból lejárt, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, hogy kicsit segítettél így megérteni a helyzetet. Én köszönöm.